Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk, ez a Start Plus. És gyönyörű selyem divat kollekciót mutattak be múlt héten Budapesten. A textiliákhoz felhasznált képeket, grafikákat pedig autista fiatalok készítették. A divat bemutatót követő képzőművészeti aukción befolyt összeg pedig az ő életkörülményeiket fogja javítani. Ez az Autistic Art, a Mosoly Otthon Alapítvány egyedi kezdeményezése. Vendégeink Cunyi Zsuzsanna ügyvezető és Tarhajnak a képzőművész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Gyönyörűek ezek a tárgyak is, amelyeket elhoztak, meg viselnek. Hogyan jöttek létre? Tulajdonképpen 2008-ban indult a történet. A Mosoly Otthon Alapítvány akkor rendezte az első jótékonysági aukcióját az autista lakóotthonok számára. Ezek civil fenntartású lakóotthonok, amik biztonságot, otthonos körülményeket nyújtanak autizmussal élő felnőttek, fiatalok számára. És ott szerepeltek kortárs művészeti alkotások, többek között Tarhajnak alkotása is. És az azóta eltelt időszakban én már 5 jótékonysági aukciónk volt. Ezeken az aukciókon autista alkotásokat tudtunk árverezni, mert a Hajnalka lement a lakóotthonokba, elkezdett rajzolni a fiatalokkal, és beleszeretett a rajzaikba. És ebből jött az az ötlet, hogy ezután az aukciókon autista rajzokat árverezzünk el. És a történet aztán folytatódik a termékekkel. Mert hogy ezekből az autisták által készített egyébként sokszor tényleg nagyon szép festményekből, rajzokból, grafikákból olyan tárgyak és divattermékek lettek, amelyekre valaki ránéz, akkor nem az jut eszébe, hogy ez jótékonyság, hanem csak az, hogy nagyon szép. Igen, például ez az ing, amit én most itt hordok, annak a nem beszélő autista kislánynak a rajzaiból készült, vagy a tervek, az anyaghoz, a tervek abból a rajzokból készültek, amiket ő készít, és ő volt az első olyan autista kislány, akit én rajzoltattam, és miatta döntöttem úgy, hogy ezt el kell kezdeni, ezt a programot, mert annyira izgalmas rajzokat készítenek az autizmussal élők általában, hogy mindenképpen foglalkozni akartam ezzel, és annyira textilre, felületekre kívánkoznak ezek a minták, hogy azért kezdtünk el termékekbe gondolkodni, hogy ezt ne csak a galériák falán, mert mi egyébként kiállítottuk őket a Nemzeti Galériába is 2011-ben, hanem a hétköznapokban is tudjanak találkozni. Az autizmusról most már egyre többen tudják, hogy ez egy spektrum, és nagyon sokféle megnyilvánulása van a betegségnek. Az elmondható, hogy a vizualitás az az autisták többségének fontos? Sokkal inkább vizuális gondolkodók, mint fogalmi gondolkodók. Ennek köszönhetően a képi gondolkodásuk nagyon erősen képileg memorizálnak, így, és a szenzoros ingerfeldolgozásuk is sokkal intenzívebb, eltérő az átlagostól, erősebben érzik a színeket, formákat, így nagyobb intenzitással vesznek részt ilyen tevékenységekben. Hogy zajlanak ezek a művészeti foglalkozások? Mit jelent egyáltalán a lehetőség először, az összramukra? Igen, először 2 lakóotthonban indultak el a művészeti foglalkozások, 2 miskolci lakóotthonban. Szerencsére most már 6 lakóotthon, további 4 otthonban tudunk tartani foglalkozásokat, tehát bővül a kiállítókör, a rajzolók köre, gyakorlatilag be tudunk vonni minden olyan autista fiatalt, akinek bármiféle affinitása van, vagy egyszerűen szívesen megfog egy ceruzát, vagy szívesen odaül, és részt vesz ebben a közösségi élményben, a rajzolás élményében, akár még hogyha nem rajzol, csak rágcsál egy ceruzát, és ebből idővel aztán általában megtörténik az odafordulás a tevékenységhez, magához is, de erről a Halnyi szerintem többet tud mondani. Ez egy fejlesztő foglalkozás is, tehát azon túl, hogy örömet okoz azoknak, akik részt vesznek benne, segít abban is, hogy a képességeiket fejleszik, hogy a kapcsolatot talán megtalálják könnyebben? Ez utóbbi. Tehát ez egy nagyon szabad foglalkozás, itt mindenki azt csinál, amit akar. Hogyha egy kell gesztus az, hogy húz egy vonalat, akkor abban van támogatva. Tehát nincs forszírozva, hogy csináld ezt, vagy csináld azt. De természetesen azért, mert ebbe a tevékenységbe elmélyülés közben van vele egy foglalkoztató, van vele egy képzőművész, aki folyamatosan beszél vele, folyamatosan reagál a rajzaira, így nyilvánvalóan egyszerűen a kapcsolat erősödik, és az autistáknak pont ezen a területen vannak nehézségeik a kapcsolatteremtésre. Tehát ilyen értelemben maximálisan terápiás és fejlesztő hatásra, a finom motorikáról nem is beszélve. Viszont azt is olvastam a sajtóanyagban, hogy felfedeztek tehetségeket ezek között, a fiatalok között, akiknek a hagyományos tehetséggondozását kezdték meg. Ezt hogy képzeljük el? Mit jelent ebben az esetben a tehetséggondozás?
Az a tehetség az ő esetükben, én nekem mindenki tehetséges, aki intenzíven rajzol és a saját világát hozza. És ilyen értelemben majdnem mindenki tehetségesnek tartok, akivel vagy szinte mindenkit, akivel foglalkozunk. Aki ebbe intenzíven bevonódik, mi ezt maximálisan megtámogatjuk. És innentől kezdve, amit csinál, az egészen egyszerűen gyönyörű lesz. Azt kell tudni, hogy most már 6 otthonban zajlanak a foglalkozások, 50-60 fiatal rajzol. Közülük nem mindenkinek a munkája kerül aukcióra, vagy nem mindenkinek a munkája kerül mondjuk kiállításra, vagy születnek belőle termékek, autisztikár termékek. Tehát így nevezhetjük őket kiemelkedő tehetségeknek, azokat, akik aztán a honlapunkon is egyébként, mint művészek, autista alkotók szerepelnek. A művészeti foglalkozások mellett viszont nyilván az alapítvány sok minden mást is támogat, ami az otthonok működéséhez kell. Az, hogy bevétel is van még pluszban, ugye aukción is keletkezik bevétel, idén például, jól tudom, 15 millió forintot sikerült így erre a célra összeszedni, meg ezeket a termékeket meg lehet majd vásárolni a későbbiekben is, tehát remélhetőleg további összegekbe folynak. Mire használják mindezt? Így van, az autista lakóotthonok, ezek általában civil fenntartásúak, szülők hozták létre, az országban, a különböző területeken, országrészekben találhatók, nem Budapesten. Mi 11 lakóotthon tudunk közvetlenül anyagi forrásokkal támogatni. Azért van nagy szükség ezekre a lakóotthonokra, mert ezekben biztonságra találnak a fiatalok. Azok, akik kikerülnek az iskolai rendszerből, általában beszorulnak otthonra. A 24 órás felügyeletet igényelnek, hogyha otthon kéne maradniuk, egyik szülő nem tud elmenni dolgozni, és tulajdonképpen rájuk zárul a lakás, vagy a háznak az ajtaja, a közösségből kiesnek, munkalehetőség nincs, és ez nagyon súlyos helyzeteket eredményez, mind a fiatalnál, pszichológ-pszichiátriai szempontból is, mind a családban. És ezek az otthonok biztosítanak számukra olyan környezetet, ahol munkalehetőséget, közösséget találnak. És ugyanakkor viszont a állami normatíva, amivel az otthonok működni tudnak, az nagyon elenyésző, tehát a működésükhöz nem elegendő. Ezért nagyon fontos, hogy mi támogatni tudjuk, és mi már 6. jótékonysági aukcióval támogattuk ezeket az otthonokat, így összességében már mintegy 100 millió forintot tudtunk juttatni ennek a 11 otthonnak, de egyébként nem csak az otthonokat támogatjuk, nagyon sok egyéb autista szervezettel van kapcsolatunk, érdekvédelmi és országos szövetség, nappali ellátó intézmény, akikkel szintén együttműködésben állunk. Az autizmusról azt is most már egy csomó filmnek és színházi előadásnak és beszélgetések köszönhetően sokan tudják, hogy itt alapvetően egy fejleszthető állapotról van szó. Gyerekkorban gondolom könnyebben, de felnőttkorban is milyen eredményeket tudnak elérni ezekben a lakóotthonokban? Azáltal például, hogy közösségben vannak a fiatalok, és nem otthon bezárva 4 fal között egy vagy két szülővel. Hát az nagyon fontos, hogy közösségben vannak, tehát mint mindenkinek szüksége van a saját életkor, a kortársi közösségre, tehát nem a szülőkre, felnőtt embernek, nekünk sem arra van szükségünk, hogy a szüleinkkel éljünk. Közösséget találnak, munkát találnak, itt biztonságot találnak, ahol egyébként a gondozók, azok, akik velük foglalkoznak, ismerik az autizmus nehézségeit, és olyan körülményeket teremtenek számukra, amikben ők el tudnak boldogulni, megértik a helyzeteket. Pont ez a problémájuk, hogy ők nehezen alkalmazkodnak a környezet változásaihoz, a mai világunk az folyamatosan változik, és ez nekik nagy nehézséget okoz, a társas kapcsolatok nehézséget okoznak, a kommunikációjuk általában nehezített. Úgyhogy mindezekben megértést találnak, biztonságot, és emiatt azok a viselkedés zavarok, amik egyébként jellemzőek rájuk, ezek visszafogottabbak lesznek, és a szorongásuk is sokat enyhül. Gondolom, amikor elkészült a kollekció, meg ezek a gyönyörű tárgyak, akkor biztos volt egy pont, amikor vittek belőle az otthonokba, és megmutatták azoknak, akik részt vettek ezeknek az alapmotívumoknak az elkészítésében. Mi volt a reakció? Nagyon boldogok voltak, rendkívül. De nekik annyira meglepő. Egyrészt az autistáknak nagyon nehéz a kontextusváltás, tehát az, hogy nehéz értelmezni, hogy milyen helyzet veszi őket körbe. És amikor ez gyorsan változik, akkor az nagyon nehezen alkalmazkodnak. Most ahhoz képest az, hogy az ő rajza egyszer csak egy pólón van, amit ő fölvehet, az mindig izgulunk, hogy erre hogy reagál, tudja ezt venni, ezt a hirtelen helyzetet, de mindenki, akivel eddig ez megtörtént, rettenetesen boldog volt. Fölvették, boldogok voltak, látták a kiállításon a rajzokat, és abszolút felfogják,
hogy ugyan nem értik, hogy mi az, hogy kiállítás feltétlenül, vagy nem értik, hogy mi az az aukció feltétlenül, de az, hogy ők kiemeltek lettek, az, hogy rájuk nagyobb figyelem irányul a rajzaikon keresztül, az nekik fantasztikus. És ez visszahat a művészeti foglalkozásokra is? Hát olyan örömmel, olyan lelkesedéssel vesznek, és egy ilyen foglalkozáson kiváló a hangulat. Én évek óta csinálom, és imádom. Igen, van közöttük egyébként olyan, aki miután a Nemzeti Galériában ki voltak állítva a munkái, onnantól kezdve egy művésznek tekinti magát, aki dolgozik, nem is a kiemelten kezelik egyébként, az otthonban is elfogadták ezt. Neki munkakönyve van, munkaviszonya van, és ő a foglalkozásokon tulajdonképpen dolgozik, nem fejlesztésen vesz részt. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Egy fontos kérdés még, aki szeretne vásárolni például ilyen füzetet vagy sállat, hol teheti meg? Létrejött a webshopunk, webáruházunk, www.autisticart.hu és webáruház. Ott mindent meg lehet nézni és vásárolni. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönjük.